Az ősz beköszöntével újra feltűntek a boltok kínálatában a sütőtökök és a dísztökök is. Az előbbiek népszerű étel alapanyagként szolgálnak a hűvös időben, hiszen számtalan variációban elkészíthetőek. Az utóbbiak pedig elengedhetetlen kellékei az őszi dekorációknak. Ebben a zöldségesben is többféle tök közül választhatnak a vásárlók. A kínálatunkban most kétféle sütőtök található meg, az egyik az ibizatök, a másik pedig a sonka sütőtök. Ez az ibizatök egy új fajta itt nálunk, tavaly volt először megtalálható, nagyon finom, rostos, nagyon finom leveseket lehet belőle készíteni, illetve sütésre is nagyon jó. A dísztökök és a sütőtökök is kedvelt alapanyagok. Bár idén 20%-kal drágában juthatnak hozzá a vásárlók, mint tavaly. Ilyenkor ősszel a dísztökök nagyon-nagyon népszerűek. Ugye mindenki, akinek családi háza van, főleg erre a környéken díszítik az otthonaikat, illetve a sütőtök az első hideg időben általában nagyon népszerűvé válnak, hiszen nagyon finom C-vitaminban, illetve vitaminokban gazdag zöldségféléről van szó. Ezen a látványos tányéron minden elem sütőtökből készült. Megálmodója Juhos Markó séf, aki azt mondja, a tapasztalata szerint sok családban szívesen alkalmazott alapanyag ez a zöldség, és csak a készítő kreativitása szab határt a felhasználásának. Olyan sokrétű, hogy a levestől a desszertig készülhet belőle fogás. Én azt gondolom, hogy lehet nagyon sok rétű alapanyagból készíteni olyan tányért, ami 8-10 féle alkotó elem van, otthon nem biztos, hogy ez a cél. Egyszerű dolgokkal, tehát hogyha belegondolunk, ezen is 4-5 fajta alapanyag van, meg lehet oldani, hogy tényleg kreativitással szép tányérokat csináljunk. A séf arra is felhívta a figyelmet, hogy azokat a zöldségeket, amiket ilyenkor Halloween közelettével faragni szoktak az emberek, még véletlenül se használják gasztronómiai célokra. Annak csak dekorációs szerepe lehet.